csapó kettes. Ezer. Még csak kettő. Szóval, sziasztok, én Matilda vagyok. Sziasztok, én pedig Balázs. És ma meg fogunk próbálni játszani a Fall Guys-zal. Igen, hát rá kellett vegyük magunkat, meg hát kértétek is, ugye az előző videó alatt dobtuk fel, vagyis a videóban dobtuk fel, hogy nem lenne igény egy ilyen Fall Guys-os videóra, így megemlítettük, hogy ugye szoktunk együtt játszani, aztán akár még egy ilyet is bevállalnánk, és... Még nem tudjuk, jó ötlet volt-e bevállalni hát egy ilyet. Igen. Majd kiderül, hogy itt mik szabadulnak el indulatszinten, de reméljük, megpróbálkozunk vele, aztán az sikerül, ahol sikerül. Reméljük, hogy jól fog. Vagy ez a videó elmerül a sülyeztőben, és soha nem kerül napvilágra. Lehet, hogy az no. lesz. Na, de hát igazából el is kezdjük. Te vagy itt a... Be kell állítani itt a dolgot. Játékmester. Na, tehát... Én kezdek? Aha, tehát majd úgy csináljuk, hogy akkor megbeszéltük, hogy majd így a nevünk ki lesz írva valóban így a sarkokba, és vagy akkor... valahogy jelzem, hogy... Valahogy ki lesz jelezve, hogy épp ki játszik, úgy fogunk játszani, hogy egy menetet ő játszik, egy menetet én így felváltom, mert így ketten együtt nem tudtuk megoldani, mert... És ez úgy fog kinézni, hogy én majd így néha játszok, és amúgy majd ő fog játszani, mert én általában előbb kiesem, szóval... És akkor majd a nevünk így ki lesz színezve, vagy épp ki játszik, hogy egyértelmű. Jó, van, azért ennyire ne becsült túl a videószerkesztés. Mi kiszínezni egy szöveget? Hát, hogy menőn nézzen ki, úgy nem tudom. Na, majd megoldjuk. Na, jó de. Van. Na, akkor te kezdesz, és akkor elkezd. Na. Nyomjuk az X-et. Aki nem tudja, mi ez a játék, benn van 60 ember egy akadálypályán, és végig kell menni rajta, és folyton esnek ki az emberek menetről menetre, és... És az idegrendszerre káros. Igen. És a végén csak egy győz. És igen. Az lehet, hogy nem mi leszünk most. Nem. Biztos, hogy nem. Én még egyszer se nyertem, úgyhogy... Én is csak egyszer, de hát jó. Pedig a múltkor basszus. Konkrétan lepattantam a koronáról igen. A végén. Nem baj, egyszer összejön. Lehet, de hogy most. Azon gondolkoztam, az hogy lehet azért pattantam egyébként le, mert hogy ugye ilyenkor már egy annyira izgultam, hogy mindent is nyomtam itt a kontrolleren, és lehet a trigger helyett a izét nyomtam. Lehet. Nem mindegy, lehet, hogy most nyersz. Ez milyen lenne pont videó? Uha, lovad össze és csinálnám magam itt helyben. Meg az én. Na. Ez jó. Ez jó pálya, szeretjük, ez nem olyan nehéz. És tovább szoktunk rajta így. Kivéve, amikor nem. Na, mi vagyunk kicsi ninják, és látjátok, itt nagyon sok ember van. És megy a versenyfutás, ott látjátok, hogy 42 ember jut tovább. Most 60. Az az. Ja igen, ez ilyen csodálatos hangokat. Igen, tehát a hangeffektek, hogyha nem adjuk ki, akkor nem ér. Ez ilyen tulakodásról szól ez a játék. Ez meg az. Vannak azok, akik csak azért játszanak ezzel, hogy mások életét megkeserítsék. Igen. Jaj, basszus, merre. Balra. Mondtam, hogy balra. Tudod, hogy nem tudom az irányokat. Most jobbra, azaz. Gyerünk! Basszus! Egyből az első. De gyakorlatilag most az történt, hogy az utolsó ember az előttünk ugrott be, és a cél egyenletből estünk ki. Hát, ez általában így szokott kezdődni, hogy első pár menetben be kell melegedni, aztán előbb-utóbb nem lesz olyan rossz. Na most én jövök. Teljes, ő profi. Na hát akkor most megnézzük, hogy én hogy teljesítek a szém pályán. Szeretem, mikor így mindig ugyanazokat a pályákat dobálja be. Igen, mert a Fall Guys-ról azt kell tudni, hogy van 8 millió pálya, többféle típusú, a legtöbb az egyébként ilyen versenyzős, igen. Hogy érj el össze a pálya végére, vagy legalábbis érj úgy a pálya végére, hogy a maximum továbbjutó ember számba benne legyél. És random dobálja be a pályákat. Igen. Vannak jobb pályák, vannak nagyon rosszak. Vannak, amiket utálunk. De igazából majd az összeset utáljuk. Ha nem jutunk tovább, akkor mindegyik pálya rossz. Na, nyerünk, fiúk!
Ó, ez nem oda kell. Igen, nagyon profi vagyok. Korán van mi. Amúgy az tény. Mondjuk relatív, kinek mi a korán. Ne, az. Ott a paci. Ez az, menjél! Ninja, menj! Az. Na, jó van, te tovább jutsz. Ennyi. Top 50. Na. Leblokkod. Jó, de gondolkodok, hogy de amúgy ad ki hangot a kamerával, leállítja a felvételt. Jót kérdeztem, oké? Hát, Max bezárja az obit. Ez is jó kis pálya amúgy. Nem a könnyebbikek egyike. Ezt a pályát nagyon utálom. Mindenféle futurisztikus dolog van. Ez nagyon szép volt. Gyerünk. Izgulsz mi, hogy valaki veszi a... Mi történik? Én nem ugrott. Néha így megmagyarázhatlan dolgok szoktak történni, így, hogy nem csinál dolgokat a karakterem. Mint, hogy nem ugrik, mikor megnyom a gombot. Hát nem indult túl jól, meg amúgy így beszélni közben ilyen sokat, amúgy mi nem szoktam. Kivéve, amikor beszélgetünk mi. Júj! Ez az, megy, ne! Az a baj, nagyon figyelem kell, hogy nem beszéljek csúlya, mert amúgy szoktunk. Sajnos is nem szabad itt. El kell különíteni a dolgokat. Hogy megyek tovább? És ezen gondolkozom, hogy egyáltalán ezt a verziót én már adtál be már nekem. Nekem nem tetszik. De nem, várja, nem ez a kapcsolat. De mi történik? Nem tudom, megérezte a játék, hogy most az egyszer jól kéne teljesítenünk, és ezért... És ugye középen ugornál láttam úgy, ott a... De nem csak... tudom, mert mindig elesik ez a szerencsét. Bocs! Nem vagyok jó. Na jó, hát így is könnyen megtűnik ez a szar. Azaz. Na, megfejtettük. De hát az a baj, már nagyon késő van, mert már 17-en átmentem. Hát figyelj, ki tudja. Jaj! Utálom ezt a részét is. Azaz. Itt akkor tudok kiakadni, amikor ráugrálnak azokra a nyomorult gombokra, és utána nézik, hogy... Kiesnek. Vagy nem tudnak tovább menni. Hát, egyet vágtottam. Szóval most én vezetek. Ja, hogy ezt most így írjuk, hogy ki hogy halad, meg ki mennyire izében? Mi értelme lenne, hogy csinálni? Kell valami tét. Ezt nem beszélted meg velem előre. Sajnál. Így ízni. Hanyas szintű vagy, jó? Ez így nem méri, most neked gyűjtöm az XP-t. Sorry. Ezt a pályát szeretem, kivéve, hogyha a végén az is van a... Átlövő. Az átcsapó ajtóval átlövő. Látjátok, mivel lesz szó, mert biztos azt fogja bedomni. De csak bennem azt szeretném. Hát persze. Na, de a... megidéztem. Igen, az utolsó két kis átlövőpad az nem funkcionál megfelelően néha. Sose. Tényleg az is, de milyen micsoda szivárványos pókehel. Látszik, hogy most a pálmafa van a shopban. Igen, mindenki meg... Lakodás! Itt lögdösőzni kell, és akkor meg... Ez tipikus az a játék, ahol a másik kárára tudsz előnyt kovácsolni. Ezért olyan idegesítő, főleg, hogyha más játékos miatt szívjuk be. Azaz. Mennyi nem? Köcsök pálmafa. Jaj, nem ilyeneket most nem mondunk. Úristen, nem szabad. Elnézést, ez a családból lett verzió most. Mi a köcsög, az nem is csúnya. Hát nem, az egy edény. Azzal van a baj, aki erre asszociál egyből. Flexilén, azaz! Tudom, hát, profi. Hát figyelj már, itt a legprofi. Hoppá! Basszus! Hoppá! Az igen! Így kell ezt csinálni! Hát, látod, mondtam, hogy ez a pálya megy. Az a jó, hogyha eléri az ember azokat az átdobó cuccokat, mielőtt még a tömeg odaér. Hát... Na.
Ez amúgy egy jó pálya, csak én vagyok béna. Itt most attól függ, hogy a többiek mennyire bénák általában. Át kell ugrálni a karikákon. Karikákon, és össze kell gyűjteni max 15 pontot. Minél, hát bronz, meg ezüst, meg arany karika van. Értelemszerűen mindegy, minél magasabb színű. Jaj, most megint ez a fajta van. Ez ezüst, ez ez. Nem. Nem. Hát ez ezüst, azt célsz meg. Jó, arra megyek. De mindig azokra megyek, az már más kérdés, hogy Nem szeretem, mikor itt a második felén ez van. Basszus! Még csúszik, de hogy van már valakinek meg? Az arány az nagyon sokat ér. Mennyit mégis? Nem tudom, hogy... Most akkor várunk. Hát ez is. Jó, csak... Pont el fogja takarni. Igen. Azaz! Megvan? Átjutottam! Most próbáld meg valami jót. De jó! Ez is megvan. Most ez simán. Csak azt utálom, hogy itt meg csúszik is. Azaz! Sima, már csak beugrasz egy ezüstbe, azt megvan. Ó, oh, basszus, meg kell egy... Az aranyat. Nem baj? Ott a bronzban már csak vetődját. Azaz! Szerintem másodszorra van meg, amióta szolgálzozok ez a pálya. Hát a videóban kell jól teljesíteni, meg amúgy senkit nem érdekel. Na, ezt még top 50 is lettem. Ami van vele, meg megtáltosodok itt. Na, ez egy csapatjáték. Igazából bekosánlabda. Meg kell fogni és el kell vinni a másik kosarába azt itt. Na ezzel az a baj, hogy nem rajtad múlik, hanem azon múlik, hogy bénák-e a csapattársaid, igen, vagy sem. Sajnos ezek a csapatjátékok nem olyan jók. Ja, mert rossz gomb, basszus. Honvan, gyertek ide, gyere ide! Ez és így meg lehet fogni egymást, és akkor így kiveszed a kezét, vagy kilövöd a kezéből a labdákat. Nem! Menj onnan! Hol vannak? Ugye kékek. Az aranylabda az nagyon... Basszus! Nem! Mi vezet? Igen, csak... Egyelőre. Menjünk az aranyra. Nézd meg, nem hogy baj. A arany átugrott a fejed fölött. Hogy? Vidd! Hozzá sem! Nem nyomtam meg! Eskü nem nyomtam meg! Eskü. De most megfogtam, na. Őt megfogtam. Ajaj. Elég szoros. Na, most viszont engem megfog. Ez az. Ne fogd meg. Hát ha megvéd. Ez az. Engedjetek már el! Nem áll jól a szénánk! Mi? Ez a tömeg! Ezek olyan értelmetlenek. Na jó. De ne fogj! Igen, az a legjobb, amikor a saját csapattársat kezd el fogdolni. De mi? Mi az, mi? Hozzám se ért! Nem mondok semmit, mert csúnyát mondanék. De miért fogdosnak? Itt is a két sárga fogta egymást, most komolyan? Ezek... Hát nem értik. Gyerek. Hát igen, sajnos ilyenkor ez van, hogy te már hiába csinálsz bármit. Hát ezt... Basszus, pedig amúgy... Szoros volt. Na. Na nézzük! Második kör. Nekem. Na, ez jó. Ez jó pálya. Ez még az alappályák egyike. Meg kell. Enyhén módosított alappályák egyike. Nem, mert ennél volt az, hogyha kimentél a szélére ott a... Ja. Sajnos rájönnek a taktikákra és orvosolják a fejlesztők, hogy ne lehessen olyan könnyen. Jó, mondjuk nem baj. Tehát a taxit le kell ugrani, itt még, olyan... És valaki ott itt fönt megy, érted, azt leesik át. Nem tudják ezek. Itt a tömeggel kell menni, itt a tolóajtóknál. Ez az. Mire sokan.
Nem ezeket szoktam. Állj föl! Te szemét! Ne várj! Igen, de szeretjük a pályát, kivéve amikor kijöttünk. Jó. Úristen, mi történik? Ujjaj, itt a meg... golyók. Aj, nem mondtam, hogy milyen golyók. Nem, itt amúgy a közepén érdemesebb menni az egésznek. Én már rájöttem, mert akkor nincs... Akkor kevésbé van... Nem át! Igen. Akkor kevésbé van az, hogy az előtted lévők beleessel. Hát akkor nem sikerült ez sem. Az egyik legalább. Igazából most csak bebizonyítjuk, hogy mennyire bénák vagyunk. Hiába van nekem is már benne lassan 40 órám a Fall Guys-ban. Hát igen. Belegondolok, mennyi könyvet kiolvasottam volna az idő alatt. Nem, mert közös program. Quality time. Na ez. Ez egy új pálya. És... nem jó. Kokás. Vagy szerintem akkor még menj te egyet, és akkor megvan a 3-3 kör. Azt megnézzük. De nem fog átmenni a csatorna gaming csatornába, szerintem azért. Amiatt nehogy bárki is aggódjon. Ez ilyen... jönnek itt játék. Na, jó van. Igen, itt végig kell ugrálni a kis leveleken. Hoppá! Nem így. Úte! Bár! Megy le egy szintet. Igen, na, akkor... Na viszont ezt a pályát utálom. No! Végig lehet menni csak sima ugrásokkal. Az a poén, hogy mikor legelőször láttam ezt a pályát, akkor kb. Az egészet úgy végigugráltam, de így azt se tudtam, hogy mi történik, csak így végigpattogtam, azt egyszer ott voltam a célnál, és így... Mai napig nem tudom megmagyarázni azt, hogy történt, mert hogy azóta ilyen megismételhetetlen volt az a dolog. Na, itt szoktam általában idegrohamot kapni, mert itt jön a tömeg, és... Igen, nagyon rossz, mert fedik egymást ezek a kis... Állj már föl, te nyomorul! Az az... Megvan! Nincs még meg! Igen. Sotilda ilyenkor szokott el nagyon csúnyán káromkodni. Nem szokott, ilyen. Á, nem! Aha, végre basszus. Igen. Fölé megy. Elindul? Még egyet óra. Te nem mondj nekem ilyeneket, hogy... Megvan az. Engedd a lány. Oké. Az. Megvan a sima. Na látod, az egyik legrosszabb a látmentén. Hát... Profi. Pulzusomat azért ne nézzük meg, hogy hanyas. Ezt lehet most jutok el az ötödik köré. Jaj, ez az egyik kedvenc pályám. De úgy mindegyiknél ezt fogjuk elmondani, amúgy tök mindegy, csak ez tényleg nagyon szeretjük. De ez a rossznak a rosszabb verziója. Igen, mert amúgy minden pályának, vagyis hát a legtöbb pályának különböző változatai vannak. Itt például ezek a fújós dolgok jönnek be. Van, amikor csak így simán át kell menni ezeken a forgó dolgokon. Jaj, ne, itt a tömeg! Na, erről beszéltem. Spice. Érezted? De ne lök le, te... Nem. Kultúráltan. Ez most kultúráltan kell játszani. Valaki meg mer fogni. Ez az. Azt visszafogom, de nem köszöni meg. Menjetek innen! Menj innen! Nézd meg a lovat! Lelök. Hát mindjárt megfontosom. Az űrlény ló. Nem leszek a barátja. Mi történt? Az az... Oké. Ezt pontosan így terveztem. Menj innen! Csak úgy áradt az önbizalomból. Igen. A Rudit. Na, az most az... majdnem a köcsök. Nem, nem mondtam semmit. Szóval... csupa szeretet és kedvesség ez a játék. Hát olyan mindenki szinten, nagyon szereti egymást. Minden színes, meg boldog, és akkor az ember meg így szét akarja verni a fejét az asztalra egy fél óra után, mikor játszik. Okay. Azaz, hát benn van ez. Megvan. Ui! Ügyes.
Hát jó, csak az első 15 alkalom, amikor nekem bedobta ezt a pályát, így... Hát az... csúnya volt. Csúnya volt szerintem, mondjuk ezt. Mi? Az... Nem, az utolsó előtti. Júci! Na, szóri, megállt a kamcsi. Ez jó pálya, mert nem csak ugrálni kell. Aha. Ki szokott ezen a pályán kiesni elsőnek? Ki? Nem az, aki most játszik, á nem. Uff. Még senki nem esett ki, nem már. Én leszek az első. Na, több sokáig eljutottunk, már elég kevés játékos van. Uff. A 60-hoz képest. Hát jó. Hú. Nem látok? Mi? Miért esek el mindig valakibe, aki ott sincs? Úristen, ez gyorsul! Ez nem tetszik? Mi? Ne! Mit mondtam? Ki lesz az első, aki kiesik? Sajnálom. Na, lépj ki. Na, nézzük még egyszer. Na, egy utcsó kört. Aztán meglátjuk, hogy mit alkottunk, és vagy kezdünk vele valamit, vagy elfelejtjük így. Ez is egy új pálya. Az is egy új. Sokszor nem tudom, hogy mi történik rajta még, úgyhogy nem lesz ez se jó. Igen, légyed csak, hogy fuss! Ettől annyi jobban. Fajta útvonal van, hogy szerintem... Igen, amúgy. Tehát, hogy itt legalább van 4 útvonal egyszerre, és pedig középen is 3 fele tudsz bemenni a célba. Remélem, hogy azért az a felvétel elmentődött, ami... Elment ilyenkor, igen, csak leállítja. Á, tehát akkor nem... Csak azt nem tudom, hogy mikor állította le, tudod? Na jó, hát én vagyok. Szóval el kell fogadni, hogy én vagyok. Az, hogy nem lesz jó? Az, hogy nem? Oké. Okay. Hogy ne lenne jó? Hát én látom a kódot, de nem tudom. Ez az. Ja, vagy ott, ja, gondolom, a vízbe lassabban fut, vagy ilyen. Középen fuss. Úgy. Középen. Hát... Hogy ne a szélén, mert akkor itt. Hát így. Pont erről beszéltem. Te szemét! Én nem nagyon szoktam próbálkozni. De miért? Mi történik? Csak fuss a vízben! Mi, hogy a labdák eltaláljanak? A labdákat a izé, megmondom neked, az ugrálós cuclira dobálja be. Jaj, karinók! Júj! Jaj! Hagyjál, ez engem akar! Az baj, már sokan bemennek. Nem baj, jó vagy még. Ott, azaz, nyomasd neki. Jó. Ada! Azaz. Csúsz, kicsi! Azaz. Benn van! Majdnem az utolsó, de benn van. Ez a pálya, mit vettem észre, hogy nekem jobban megy? Lehet, hogy a kaotikus pályákban jobb vagyok. Elképzelhető. Nem kell érteni, hogy mi történik, csak áááá, és így mész. Mész, futsz, nyomod az összes gombot egyszerre, azt egyszer csak történik valami. Hát ja. Mi? Ez se jó. Ezt nem szeretjük annyira. De legalább megtanultam bejutni a célba. Kivéve, amikor nem. Perepe. Na menj. Meg kell mászni a jéghegyet. A hügyöcs. Ez nem akkora, mint a kalocsai domb. Vagy ez a Templom térnél a domb. Jaj! Telibe, tesó! Telibe! Itt amúgy a két szélére szokta. Hogy nő a hógolyó, amikor nincs is ott hó a futópadon, mi? Ez teljesen logikátlan ez a játék. Ne, mert jó! El kell menni. Arra! Ujjjj! Fuss! Aztán ekkora hógolyók. Gyönyörű van. Távolságú belövése. Jó, egy kilő, a box kezd ki. Basszus. Hogy tótak. Nekem itt az a baj, hogy nem tudok elég gyorsan haladni. Főleg így. Ez katasztrófa ez a pálya. Csomó szó volt, hogy simán végig megyek, és egy idő óta egyszerűen képtelen vagyok. Opa! De...
szenvedek. Hát ez csak... Na jó. Legalább elég volt. Sajnos. Nem bírom. Na jó van. Hát akkor... Ez volt a Fall Guys. Ez volt a Fall Guys. A bevezetés. Reméljük, hogy így tetszett. Meg hogy élvezhető volt, mert fogalmam sincs, hogy egyáltalán ezt milyen nézni, vagy így bármi. Egyáltalán milyen lett a felvétel róla. De jó van, hát ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, ilyenkor azt kell nyomatni, hogy mindent is. Mindent. Úgyhogy köszi, hogy megnéztétek, aztán Matilda majd csinálja a többi videót, aztán majd eldöntjük, hogy csinálunk-e még ilyen játszósot, ez rajtatok múlik hát igazából. Igen. Szóval... Igen, majd kiderül. Kiderül. Fogadtatás alapján. Úgyhogy köszi, hogy megnéztétek is. Sziasztok! Sziasztok!